mai műsorunk tartalmából. Tavaszi megújulás. Két utcán is dolgoztak az útépítők a tavaszi szünetben Újbudán. Ingatlan börze. A 11. kerület az egyik legkeresettebb része a fővárosnak, derült ki a most először megtartott szakmai rendezvényen. Hogyan építsünk webshopot? Gyakorlati tapasztalatokkal és tanácsokkal jelentkezett a Spin-off Klub. Az Új Buda Prizma közhasznú non-profit Kft. Áprilisban felmérte a Lecke utca állapotát, majd újra aszfaltozta. Emellett a Kővirágsor utca is új parkolóval és járdával gazdagodott. A Lecke utca közelében óvoda és iskola is van, ezért a munkálatokat a tavaszi szünet idejére időzítették. Nagy örömömre szolgál, hogy megújult a Lecke utca, itt a Fehérvári út és a Sopron utca közötti szakasza. Közel 8 millió forintot fordított erre az önkormányzat. Úgy gondolom, hogy itt az óvoda és iskola környezetében fontos, hogy jól tudjanak közlekedni a kerületi lakosok. A Kővirág soron a futballpályák melletti résznél járdát, valamint parkolót alakítottak ki, így biztonságosabb lesz a környéken a közlekedés. Ez a terület egy régóta rendezetlen terület volt. Nagyon sokan, akik érkeztek ide a sportpályához, megálltak, sokszor a füves területen parkoltak, és többszöri tervezésre tudtuk megcsinálni ezt a helyet, és úgymond egy rendezetté tenni ezt a közterületet. Egy 11,5 millió forintos dupla beruházás volt, egyrészt a parkolóknak a kialakítása, másrészt pedig a járdának a kialakítása. Ez is egy nagy igény volt az itt sétálók, kisgyerekkel közlekedők számára, hogy ne az úton kelljen az autósokkal együtt vagy mellett menniük, hanem külön járdán tudjanak itt közlekedni, és én azt gondolom, hogy mindannyiuk megelégedésére ez a projekt is így szépen megvalósult. A Kelenvölgynek számtalan pontján fejlesztünk, építünk, utat felújítunk, úgyhogy ez is annak a része, hogy Kelenvölgy is éppen szépen fejlődik. Az ünnepélyes útátadást mind a két esetben május 4-én tartották. Húzzával lassat a betonon, nem csak ő, aki nincsen szabadon. Negyedik alkalommal szervezik meg az Eleven Tavasz Fesztivált a Bartók Béla bulváron, május 19 és 20 között. A szervezők a fesztivál programjairól és a Bartók Béla út további fejlesztéséről számoltak be a Hadik Kávéházban. Úgy döntöttünk a tagsággal közösen, hogy ezen a tavaszon nem hívunk vendégországot, hanem inkább szeretnénk a saját magunkat bemutatni, tehát a fókusz rajtunk legyen, illetve amit gyakorlatilag az elejétől kezdve, hogy elkezdtünk itt dolgozni, célkitűzésünk volt, hogy nem csak azt szeretnénk, ha Pestről, vagy akár még távolabbról is átjönnének ide az emberek jól érezni magukat, hanem nagyon fontos, hogy az itt élőek, vagy a környéken dolgozók is magukénak érezzék ezt a helyet, elmondják véleményüket, mi az, amit szeretnének látni, mi az, ami nem jó. 20-nál is több helyszínen, összesen 60 féle programmal várják az érdeklődőket az Eleven Tavaszra. Idén a zené és a közösség építésé lesz a főszerep. Én azt gondolom, hogy a mai rohanó világban nem az van már, mint régen, hogy mindenki ismert mindenkit, ha valami baja volt, számíthatott a másikra, vagy átmehetett egy pohár tejfölér. Ez ma már szerintem nincsen. És valahogy az ember úgy nehezen nyit, hogy most átcsöngetek, átkopogok, bemutatkozom. Erre találtuk azt ki, hogy akkor próbáljuk meg a közös képviselők segítségével megnyitni ezeket az udvarokat, és invitálni egy kötetlen, jól érezzük magunkat, zenélünk, süteményt teszünk hangulatra, és talán ezzel elindul valami. Természetesen nem gondoljuk azt, hogy ez az első alkalommal már átütő siker lesz, de egyszer el kell kezdeni, és azt gondoltuk, hogy akkor most ez egy kiváló alkalom. Az Eleven Tavaszt Új Buda önkormányzata is támogatja. A Bartók Béla Kulturális Főutca további népszerűsítése stratégiailag fontos a kerület fejlesztésének szempontjából. Az önkormányzat néhány héttel ezelőtt határozott arról, hogy a Kulturális Városközpontot, vagy a kerület Kulturális Főutcáját meghosszabbítja a Móricz Zsigmond körtértől a Kosztolányi Dezső térig. Tehát ezzel a KVK területe, vagyis a Kulturális Városközpont területe egy jelentős résszel kibővül. Erre két ok miatt volt szükség, illetve két ok miatt döntött így az önkormányzat. Az egyik, hogy nagyon-nagyon sok megkeresés érkezett a város más pontjaiból, művészektől és vállalkozóktól, hogy szívesen átköltöznének, átköltöztetnék a produkciójukat a kerületbe, illetve a Bartók Béla út környékére. Viszont a Móricz Zsigmond körtér bezárólag már az összes galéria, illetve üres helyiség az ki lett adva.
de nagyon kevés a hely, és nyilván érdemes bevonni újabb területeket, hogyha ilyen nagy az igény. A másik ok, hogy a buszvégállomás kikerült a Kosztolányi Dezső térről át Örmezőre, és ezzel jelentős területek szabadultak föl, illetve a Kosztolányi Dezső tér egy picit, mint hogyha a lekerült volna a térképről, de ezt most csak idézőjelesen mondom, és ezzel, hogy kiterjed a Kulturális Városközpont, továbbra is szerves része marad, nem csak a kerületnek, hanem a fővárosnak is. A Bartók Béla bulvár logóját a helyszín sajátosságaival kiegészítve a kerület kávézói és galériái elé is felfestik. A sajtótájékoztató zárásaként elsőnek a Hadik kávéház előtti járdára került fel egy színes háromszögekből álló hangjegy. Harminckilencedik kiállítását rendezte az Újbudai 60 plusz fotókör. A Nemzedékek című csoportos tárlaton mind a 20 aktív tag képpel jelentkezett, még egyszer megtöltve a Bölcső utcai programközpont termét. Békési Györgyit, a fotókör vezetőjét arról kérdeztük, mi hozza össze a klub tagjait, és hogyan állt össze a csoportos kiállítás. Először talán az, hogy közösségbe szerettek volna kerülni azok, akik megtaláltak bennünket, a másik dolog pedig az, hogy élvezni az alkotás örömét, nem csak a fotózás örömét, hogy jaj, de jó, én csináltam, itt voltam, megcsináltam, hanem hogy falra kerül a kép, és mindenki gyönyörködik benne, megdicsérik, akkor is, ha jó, akkor is, ha nem. Ebbe a klubba, tehát a 60 plusz fotókörbe maradt az a privilégium, hogy a képek szerkesztése, stílusa, tartalma, egyebek, hogy mennek, és tulajdonképpen a szervezés is, hogy mit szeretnének. Például ez a Nemzedékek kiállítás, ez szinte minden évben úgy volt téma, hogy szeretnék a családjukból bemutatni mondjuk az unokát, vagy a nagypapát, nagymamát, de mondtam, hogy mit képzeltek ti, hogy ez nem családi fotózás, és akkor most jött el az alkalom, hogy na, gyereknap és anyák napja közti időszakban hadd maradjon ez a kiállítás, aktuális is, meg teljesül a kívánságuk is. Tavaly januárjától megindult Albert falván a fotótanoda, tehát mi most már a klubfoglalkozásokon nem foglalkozunk azzal, hogy beállítás, meg fotósok, meg akármi, hanem a fotótanodába megy a kezdőcsoportba, vagy a két haladó csoportba az, akit érdekel a téma. A már 8 éves fotókörben eredetileg olyanok vettek újra fényképezőgépet a kezükbe, akik valamikor korábban már foglalkoztak fotózással. Most már számos olyan tag is aktívan kattint a csoportban, akiknek korábban nem volt lehetősége ezt az időigényes és a régi filmes technikákkal költséges hobbit kipróbálni. Ám most a fotókör berkeiben örömmel fedezik fel a digitális fényképezés és utómunka titkait. A május 2-án megnyílt kiállításon köszöntőt mondott Toldi Tamás, az önkormányzat idősügyi referense, és Kodály szerzeményekkel lépett fel az Újbudai 60 plusz ezüst kar. Citerán Földházi Pál kísérte a kórust. A megnyitón az is kiderült, hogy ez a fotókör utolsó tárlata a Bölcső utcában, mert nem sokára ők is átköltöznek a 60 plusz rövidesen elkészülő Kérő utcai programközpontjába, ahol egy szebb, tágasabb és jobban belakható kiállítótér várja őket. Az internetes vásárlás egyre népszerűbb a fogyasztók körében, így a vállalkozók is egyre szívesebben próbálkoznak webáruház üzemeltetésével. A Spin-off klubban Perényi András reklámszakember, digitális üzletfejlesztési tanácsadó mesél tapasztalatairól. Egyértelműen terelik át az embereket erre az oldalra. Ugye sokkal logikusabb, mert gyakorlatilag ezáltal nem kell akkora személyzetet fenntartani, nem kell akkora árukészleteket fenntartani az egyes boltokban. Úgyhogy én azt látom, hogy abszolút trend, egyre többen akarnak webáruházat csinálni, illetve a belépési küszöb is egyre lejjebb tolódik. Gyakorlatilag most már nem olyan bonyolult egy ilyen egy online kereskedelmi vállalkozás elindítása, mint régen. Nagyon sok otthon lévő, akár családanya, vagy friss gyerekes anyukák választják ezt a módját annak, hogy megtalálják újra önmagukat, és elindítsanak valami vállalkozás saját maguk számára. Perényi András bevált módszere, hogy a bevétel egyharmad részét költik a termék beszerzésére, egyharmadot a marketingre, és egyharmad a profit is.
Természetesen ezt nem lehet mindig pontosan betartani, de jó irányelv lehet. Az online kereskedelem az szerintem olyan, hogy nem lehet megírni előre egy 3-5 éves üzleti tervet. Gyakorlatilag minél előbb el kell indulni az úton, tesztelni kell, kutatni kell, és folyamatosan mérni kell az eredményeket, és az alapján kell változtatni, hogy merre megyünk utána tovább. Nagyon sokat kell tanulni, és lehetőség szerint külföldi helyekről, blogokról képezni magunkat. A szakember számos online vállalkozás ötletgazdája, miközben több webáruházat is üzemeltet. Úgy véli, ez a munka anyagi, fizikai és földrajzi függetlenséget is jelent. Úgyhogy gyakorlatilag én mindenképpen azt szoktam tanácsolni mindenkinek, hogy teszteljenek, kísérletezzenek, amennyit csak tudnak, és próbáljanak meg először kisebb büdzséket, kisebb összegeket elkölteni a reklámra, és szépen lassan kitesztelni azt, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, melyik kommunikációra harapnak jobban, melyikre kevésbé. A hosszabb beszélgetést Perényi Andrással a Kulturális Körkép című műsorunkban láthatják. Krón Zsuzsa festőművész kiállítása nyílt meg az Új Buda galériában. A tárlat címe A csend szava. Azért választottam ezt a címet, mert hát az ember, mint festő, ugye, ez egy olyan szakma, hogy a műteremben egyedül vagyunk, csend van, a csend uralkodik, és ilyenkor indulnak el a gondolatok. Ilyenkor úgy érzem, hogy egy-egy téma úgy előjön, és úgy kiszínesít az ember fantáziáját. Nagyon fontos ez a körülmény. A kiállítás megnyitóján Hudra Klára, művészettörténész mutatta be a képeket. Nagyon fontos, amivel el is kezdtem, vagy befejeztem az előzőt mondandómat, hogy festészetről van szó, vérbeli festészetről, táblakép festészetről. Ez mondjuk a kortárs művészetben újra nem ritkaság, de mégis, hogy valaki ennyire hagyományőrző módon fejleszti tovább, a saját ízlése szerint, stílusa szerint hozzon létre műalkotásokat, azért ez szerintem egy nagyon szép dolog, annál is inkább, mert hogy hát ezek a hagyományok itt vannak a magyar művészettörténetben, Markó Károlytól Színyei Mersén és sorolhatnám. Illetve az, ami nagyon érdekes, hogy központi téma a táj, a természet maga. Az újbudai művész kiállított képei egyaránt nagyon színesek. Érdekes módon, még hogyha szomorkásabb is a hangulatom, a képekben mindig színesebb, dús koloritás jön elő. Ez így van nálam. Elsődlegesen akvarellel kezdtem dolgozni, és később ezeket az akvarelleket továbbfejlesztem, és így születtek a pasztelképeim, meg az olajképek is. A kiállítás május 19-éig hivatali időben ingyenesen látogatható az Új Buda galériában. május 6-án tartottak először ingatlanbörzét Újbudán, amelyre számos pénz- és hitelintézet, ingatlan ügyekben járatos tanácsadó, szakértő, ügyvéd, előadó is eljött a helyi és helyi érdekeltségű ingatlan irodák mellett. Gazdagréten rendeztünk nem olyan régen egy óvoda bőrzét, és hát a design marketet is jellemzően megrendezzük, az is egyfajta bőrze, úgyhogy valóban nem állt tőlünk távol az ilyen vásárok, vagy az ilyen fórumok megszervezése. Most ingatlanpiac a téma, mi a célja ezzel a központnak, Újbudának? Nyilván ön is tudja, illetve sokan tudják, hogy a kerület meglehetősen gyorsan fejlődik, nagyon-nagyon sokan költöznek be, és a legnagyobb ingatlan fejlesztések itt történnek a kerületben, lakóingatlan fejlesztések, és ma már az irodapiaci fejlesztésekben is eléggé frekventáltak vagyunk. Nagyon nehéz ingatlanokat választani, nagyon nehéz felkészülni egy ingatlan vásárlására, és ez a bőrzés pont arra lehetőség, hogy informálódjanak az emberek, illetve megpróbálják felkészülni egy ingatlan vásárlásra, illetve az ingatlan vásárlás és szükséges egyéb finanszírozási módszerek megismerésére. A B32 galéria és kultúrtér adott helyet ezen a szombaton ennek a már első alkalommal sikeres kezdeményezésnek, ahol számos ingatlan eladás vagy ingatlan vásárlás előtt álló embernek tudtak válaszokat adni a felmerült kérdéseikre. Hát Újbuda egy presztízs kerületnek számít, amit egyébként az is alátámaszt, hogy a második legkeresettebb kerület a budapesti lakásvásárlók körében. Újbudát egyedül csak a 13. kerület előzi meg, de figyelembe véve,
hogy az átlagos ingatlanárak is magasak, és igen, keresett kerületről beszélünk, ezért egyetlen elmondható, hogy a 14. kerület ingatlan piaci szempontból egy presztízs kerületnek számít. A hitelintézetektől kezdve egészen az ingatlan irodáink, a fejlesztők, kik bezárólag mindenki itt van. Valóban az ingatlan irodák azok elsősorban jó minőségű ingatlanokat próbálnak, a fejlesztők a saját projektjeiket próbálják bemutatni, és hát a hitelintézetek és pénzintézetek pedig a saját finanszírozási konstrukcióikat. Mitől függ ez, hogy hogyan alakulnak az ingatlanárak, hogy mennyit ér a lakásom, vagy amit szeretnék vásárolni az éppen adott helyszínen, mennyit ér? Az első és legfontosabb szempont, ami meghatározza az lakásnak az árát, az a helyszín és az ingatlan elhelyezkedése. Itt sok olyan apró tényező játszik közre, amilyen például a közlekedési lehetőségek, a környékben található szolgáltatások köre, mennyire felkapott területen helyezkedik el az adott ingatlan, illetve az is nagy mértékben meghatározza az árat, hogy milyen ingatlan típusról beszélünk. Általában a lakások ára, az négyzetméter ára az drágább, a családi házak négyzetméter ára pedig olcsóbb egy kerületen belül. Ennek viszont pedig az az oka, hogy családi házból általában nagyobbat vásárolunk, tehát ott általában 80-100 négyzetméteres családi házak teszik ki a forgalom zömét, egy lakásból pedig tudunk venni akár egy 20 négyzetméterest is, és egyáltalán nem mindegy, hogy az adott ingatlan miből épült. A panellakások például 30%-kal olcsóbbak, mint a téglaépítésűek.